Az idén 10 éves templomkerti esték rendezvénysorozat civil kezdeményezésből nőtte ki magát, a második kerület már a meghatározó nyári programjává. Az itt élők nyáresténként összegyűlnek a Mária Remetei Bazilika kertjében, a Makovec Imre által tervezett szabadtéri oltárnál, hogy koncerttel, színházi élménnyel vagy egy feledhetetlen beszélgetéssel ajándékozzák meg magukat, egymást. A rendezvénysorozatot Bődei Sándor és felesége Bődei Kati, helyi lokálpatrióták álmodták meg, s az volt vele a céljuk, hogy anyagi támogatásban részesíthessék felújításra szoruló templomukat. A programokon való részvétel ugyanis ingyenes, de a szervezők örömmel és hálával fogadnak minden adományt. 10 éve csináljuk a templomkerti estéket, körülbelül olyan 70-30%-ban voltak a szórakoztató és a komolynak nevezett embertől emberig szóló műsorok. És most úgy éreztük, hogy itt a 10. évad végén ismét kell egy olyan előadás, egy olyan embertől, aki megsimogatja a lelkünket, aki erőt ad a hosszú téli időszakra, hogy a jövő nyári, tavaszi templomkerti estét ismét megújult erővel álljunk neki dolgunkat intézni. Hogyan jött egyébként a templomkerti estéknek az ötlete? Férjemmel álmodtuk meg a templomkerti estéket 10 évvel ezelőtt. Katicával rögtön partnere és a legjobb barátunkra találtunk, és elhatároztuk, hogy a bazilika felújításáért, berendezéséért és egyéb jótékonysági dolgokért szervezünk műsorokat. Így indult. És ha visszatekint az elmúlt 10 évre, akkor mit lát, hogyan értékelni ezt az időszakot? Szerintem nagyon eredményes volt a 10 év, nézzen körül, mennyien jönnek, nagyon szeretik. Először csak a kerületből jöttek, később egész Budapest területéről, sőt vidékről is érkeznek vendégeink, úgyhogy szerintem eredményes volt. Önöknek egyébként mit nyújtanak ezek a programok, hogyha egy ilyen személyes kérdést megengednek nekem? Mi egy 3-as csapat voltunk, a Kati férje, a Bödei Sándor, aki ezt kitalálta az egészet, tulajdonképpen ők ketten, ő elment 2 évvel ezelőtt tőlünk, úgyhogy magunkra maradtunk 2 Kati, de csatlakozott hozzánk egy 3. Kati is, akivel 3-an szervezzük ezt a évadot. Úgy alakul, hogy nagyjából az ismerősöket keresem föl, akik a kerületben laknak telefonon, és megkérdezem, hogy jönnének-e a templom javára adakozni, hiszen ez egy jótékonysági rendezvény, ami abból áll, hogy a művészek a művészetüket a templomért felajánlják, és a nézők pedig a persejbe adakoznak, és ebből összeáll az a jó érzés, hogy segítettem. Ez a célja az egésznek, már mindenféle műfajban volt itt előadás, premiértől kezdve fantasztikus, nemzetközi hírű táncegyüttesek léptek föl, tényleg sok Kossuth díjas művész, és mindig szoktam mondani, hogy aki föllép és még nem Kossuth díjas, az lehet, hogy legközelebb már az lesz, egy kicsit motiválni őket. Szóval egy nagyon érdekes és színes esemény, gyönyörűséges ez a templomkerti ősfás kert, gyönyörű a Makovec oltár, hiszen ez külön megadja az alaphangot az előadáshoz. Valójában azt látjuk, hogy amikor ide jön egy művész és nem is tudja, hogy hova jön, meghatja, megindítja a környezet. Elsősorban az, hogy az oltár előtt, a Szűz Máriával a háta mögött, vagy néha szembefordulva vele, mondja akár a verset, vagy énekel, vagy táncol, ez egy különleges lelki töltetet ad. Mik a terveik egyébként a jövőre nézve ilyenkor? Hogy állnak a szervezéssel? Elkezdik már most, amint véget ér a templomkerti esték? Igen, mindenképpen elkezdjük, és hát szeretnénk jövő évben is nagyon tartalmas, jó programokat. És december 13-án lesz egy extra templomkerti esték benne a templomba, ahol Szulák Andrea fog énekelni, és oda is szeretettel várunk mindenkit. A Pax Televízió az idei templomkerti esték záró eseményén forgatott, melyre augusztus 9-én este került sor. Dr. Bagdi Emőke író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus tartott előadást Miért mégis a család címmel. Rengetegen voltak kíváncsiak a mondani valójára, hiszen csak idén 3 könyve jelent meg, és több mint 1000 előadás van a háta mögött. Bagdi Emőke kiemelte, hogy az elmúlt pár évtizedben a családi struktúra is megváltozott, valamint a férfi és női szerepek definiálása is változáson ment keresztül. A pszichológia szellemében nyilatkozott a férfiak és nők lélektani szükségleteiről, a mozaik családokról, a kitolódott felnőtté válásról, és elmondta, mi alapján mondhatjuk el magunkról, hogy érett felnőttek vagyunk.
Nos, nagyon jó, hogy ennyien vagyunk itt. Látom, sok nőtársam érkezett. Fontos is, mert mi vagyunk azok, akik azt hiszem, a családi tűzhely, fészek, őrzői vagyunk. Rajtunk, nőkön nagyon-nagyon sok múlik, hogy a családi élet hogyan alakul. Ugye ez a cím, miért mégis a család? Hát ez egy provokatív cím, mégis a család. Mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi évtizedekben a család intézménye rendkívül sokban változott, és ha csak finoman fogalmazok, hogy változott, olyan hanyatlási jelei mutatkoznak, amelyek figyelemre méltók, és amelyekért mindnyájan felelősek vagyunk. Gondolom, mindannyian egyetértünk és együtt érzünk, együtt tudunk gondolkodni, hogy amikor a család intézményéről szó van, akkor valójában az emberi életnek egy spirituális dimenziójára nyitunk rá. Bármilyen ateista volna, az is egy hit, ugye tudjuk, valaki, és egészen más rendszerben gondolkodna az életről, halálról, mint mi, akik vallási szempontból elkötelezett emberek vagyunk, az bizonyos, hogy a családi élet és az, hogy gyermekeket hozunk világra, az az örök életnek egy igen konkrétan tetten érhető bizonyítéka, mert a génjeidben tovább élsz. Nem is tudod, hogy milyen messzire hat a te lényed, amit tovább örökítesz az utódokban, és így ebben a mi hétköznapi emberi szemléletünkben is igazolt az, hogy családban élni, egyben letenni a voksot az élet mellett, az életet továbbvinni, megőrizni, vigyázni rá, értékelni, hiszen akinek gyereke van, az tudja, pontosan tudja, hogy úgy nyílik ki, akár ösztönszinten, majd persze erre épülve szocializációs hatásokra, az érzelemvilágunkban is az az elkötelezett vállalás, hogy mi mindent képesek vagyunk megtenni a gyermekeinkért. Tehát induljunk el akkor abból, és nézzük meg, hol tart a család. A családi struktúra, szerkezet nagyon jelentősen megváltozott. Az a fajta hagyományos szerepmegosztás, ami lehet mondani évszázadokon keresztül uralkodó volt, igen, nagyot változott, és ez összefügg azzal, hogy a férfi és nő maszkulin és feminin nembeli lényeggel kapcsolatos szerepei jelentősen megváltoztak. Olyannyira, hogy már-már veszedelem, hogy hogyan mosódnak el a feminin és a maszkulin jellegzetességek, és ezért nekünk nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy család, gondoljuk már el, ki alkot egy családot? Az alkot egy családot, amely pár létre tud hozni utódot és közösen vállalja, amelyhez a teremtő úgy gondoskodott rólunk, hogy legyen egy nemző férfi, és legyen egy befogadó nő, aki viszont kihordja a gyermeket, és így a két erőből, a két világ erőből születhet, és mehet tovább az élet. És tudjátok, hogy a gender mainstreaming egy olyan irányzat a világban, ahol 1995-ben a pekingi nyilatkozatban az esélyegyenlőség szellemében kimondták, hogy lehet, hogy te biológiailag ez vagy az vagy, ehhez vagy ahhoz a nemhez tartozol, de ez igazából szabad választás kérdése. Na most eszméljünk rá, hogy hol tartunk, amikor mi családról, szövetségről, szeretett kapcsolatról, férfinő viszonyról és elrendelt életmintákról beszélünk, és szükséges, hogy így gondolkodjunk, közben a világ sarkaiból kifordulva azokat próbálja fölülírni, amik olyan adottságok, létezmények az emberben, amiket nem tudsz csak úgy megváltoztatni. Na most ugye oda szeretnék jutni, hogy noha ez a gender mainstreaming el akarja mosni a különbözőségeket egész ad abszurdum a családi rendszer szerkezetének a elfogadtatásával, hogy az már család, meg házasság, ami két ember között valamiféle szövetség. Én a pszichológiai szellemében, jegyében, bizonyítékaival szeretném elmondani nektek, hogy nem jó felé halad a világ, amikor például a német óvodákban már azt mondják, és az a trend, hogy úgy mondjam, az óvónőket, vagy hát az óvópedagógusokat úgy instruálják, hogy nem szabad a gyerek nemét hangsúlyozni, hogy döntse el ő maga, hogy merre akar tartani. Miközben, és felelősséggel mondom, a pszichológia azt bizonyítja, hogy pont a 3-5 éves kor, vagyis az óvodás időszak az, amikor
szenzitív, vagyis ráérzékenyült időszak van az idegrendszerben és a lelkirendszerben, hogy a nemi azonosulás megtörténjen, hogy az a lány az édesanyjával és a női mi voltal, a fiú pedig az édesapjával, vagy a férfi mi voltal azonosuljon. Ez játékokban, ez mindenfajta vonásban megmutatkozik. Pontosan ezt elmosni, nem kell hangsúlyozni, nem kell, és akkor merre tart a világ? Nem segítjük a mi gyerekeinket, hogy határozott és a lehetőségei, a teremtő lehetőségek által kibontakozott, értékes és boldog nőkké válhassanak, és a férfiaink, hogy valóban férfias jellegek, ugye a tesztoszteron, a harcos mi volt, ami miatt biológiájában, izomzatában, teljesítményében egy férfi nagyon más, mint egy nő. Sportteljesítményben ugye tudjuk, hogy milyen szignifikáns különbségek vannak, és kell is, hogy legyenek és maradjanak. Na most mindezt én miért hangsúlyozom? Azért, mert mi mindannyian, amikor arról gondolkodunk, hogy a család lesz, kiből lesz, férfiből és nőből lesz, és a kettejük frigyéből, amelyből aztán azok a szükséges funkciók, amik a gyerek felnövekedéséhez kellenek, hogy az apa hatalom, erő hatalom, hát a szabályozás erő oldalát képviseli, de ez nem azt jelenti, hogy csak azt, hanem az a nagyobb hangsúlyú, ami az ő dolga volna. Az édesanyja pedig a szeretet, a látság, a befogadás, átölelés, megbocsátással azt az oldalt, ahol megnyugodhat a szabályozott és kontrollok közé kerülő lélek, és így a kettőből együtt lehet a szabályozásból és a szeretetből valami olyan, ami a nevelés maga, hiszen a nevelés a szeretetnek és a szabályozásnak, bizony korlátozásnak az együttese, sem egyik, sem másik, sem a nő magába, sem a férfi, sem csak a nők, sem csak a férfiak együtt, hanem csak ez a két különböző nemi hatásból eredő hatás az, és ha megkapja a gyermek, amelyből ő a saját nemével azonosulva egy olyan határozott nő és határozott, jól kibontakozó férfi lehet, aki arra már potenciált, hogy azokat a szerepeket el tudja majd vállalni, ami ráhárul. A férfiban az, hogy alkosson, teremtsen, és képes legyen arra, hogy a saját családját eltartsa, ez olyan lélektani szükséglet, ami a sejtjeibe van beépülve. Ezért elveszti a munkáját, és senkinek érzi magát. Az identitása, a maszkulin, a férfi identitása kap egy olyan ütést, amit nagyon nehéz elviselni. Mert neki be van írva, kódolva az az életfeladat, hogy ő a családot tartsa el. Abban az esetben természetesen, hogyha valóban a férfi identitásban való kibontakozás legalább 50%-ban sikeres. Mert ugye azt is látjuk, hogy ebben az igen sajátos nevelési helyzetben egy olyan fajta identitás moratórium, bocsánat, hogy ilyen műszavakat használok, de egy olyan moratórium áll elő, hogy a normál fejlődési ütemek elkezdenek lelassulni, és kitolódik a felnőtté válás. Tehát amikor a normál fejlődés klasszikus, biológiailag is programozott ütemét néznénk, biopszichoszociális fejlődés, akkor nekünk 10 és 20 éves kor között olyan fejlődésen kellene átmennünk, amelyben először is a pubertás, ugye pubeszere az azt jelenti, hogy szörösödni, vagyis a biológiai és nemi átalakulás, és aztán a pszichoszexuális és a jövőre irányuló, kinyíló pályaválasztás, életirányválasztás, az úgynevezett érett serdülőkor, az adolescencia érett szakasz, a 20 éves korra oda el kellene jutni, hogy azért már, mint Erik Erikson, egy kutatópszichológus, akinek világhírű egyébként a munkássága, elénk állította, el kellene jutnia a gyerekeinknek és nekünk is abban a korban az úgynevezett intimitás szükséges pszichológiai fejlődési feladatához. Miben áll ez a fejlődési feladat? Hogy keressük a párunkat, és keressük a helyünket az életben. Hogy mivé legyek? Kant is azt mondta, ugye a filozófus, hogy a legnagyobb kérdése az ifjúságnak, kivé legyek, mivé legyek, merre tartsak a világban. És ez az életfeladat, ez a jelenlegi helyzetben, és ezt a tapasztalatotok igazolja, amit a kutatás is elénk tár, és amin közös feladat, hogy gondolkodjunk. Ma ez a fajta
intimitásba bele, tehát a párkeresésbe és pályaválasztásba belenövő ifjú felnőttkor, fiatal felnőttkor kitolódik, és különösen fiúknál egy hát mama hotel jelenségnek nevezi ma a pszichológia. Ugye a párválasztásban hát az a fajta attitűd, amit a szexuális szabadosság lehetővé tesz, tulajdonképpen a konzumkultúrának azt az ártalmas üzenetét mintázza az életvitel, hogy tudnélik, mit mond a konzum, mit mond a fogyasztókultúra, mit mondanak a reklámok, hogy vedd meg, hogy vedd be, hogy edd meg, hogy vásárold meg, fogyasz. És akkor mit mond a tárgyi kultúra? Azt, hogy a tárgyak, amit megveszel, ahogy mondta egy agykutató egyébként, azt mondta, a cuccipar, dühöng a cuccipar. Tehát, hogy megveszed a cuccokat, és aztán eldobod, mert már megjavítani se tudod, és akkor másikat veszel. Tehát felhasználó, elhasználó, kihasználó és eldobó kultúra vagyunk. Tárgyi szempontból ez bizonyosan így igaz. Ez az, ami az elidegenedés biztos jele, hogy átmegy ez a mentalitás az elménkbe, és fertőzötté válunk, mert úgy kezdünk el viselkedni egymással, mint a tárgyakkal. Felhasználjuk, elhasználjuk, kihasználjuk, eldobjuk, új kapcsolatba megyünk, nem javítjuk, nincs is, hogy javítsd meg, mert azt mondja, azt üzeni a kultúra, menj már, mint a pillangó szájjál új és új virágra, és ezért nagyon nehéz a női sors, és nagyon nehéz a férfi sors ma. A fiataljaink nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Őtőlük várhatjuk a jövendőt, és ők fognak majd értünk dolgozni, hogy majd egyáltalán legyen nyugdíjas korú életünk, vagy szép jövőnk. Tehát muszáj ezeket a dolgokat alaposan végig gondolni, hogy mivel jár az identitás moratórium, hogy 30 éves, és még nem szánta el magát, nem érett felnőtt. Ja, hát mit mond Erikson, ki az érett felnőtt? Tedd fel magadnak is a kérdést, tedd fel. Érett felnőtt vagy-e? Tudsz-e adni? Kaptál eleget gyerekként, most a te dolgot, hogy adj. Tudsz-e adni? Sok mindent nem részletezem, magadból adni, amit van. Tudsz-e felelősséget vállalni? És tudsz-e elköteleződni? Tudod ezt a hármat? Ha tudod és műveled, akkor érett felnőtt személyiség vagy. Bármelyik tényező sántikál, problémák vannak a te felnőttségeddel. Meg lehet, hogy ott tartasz, mint az identitás moratóriumban, majdnem, hogy mondhatnám, szenvedő fiatal, aki azt mondja, nekem jár, adjatok nekem. És a szülők úgy érzi, hogy kénytelen valahogyan adná úgy is szívesen lelke szerint. De érzi ezt a követelő attitűdöt, hogy neki jár. Vagy leáll a fejlődés, és én klinikusként képzeljétek, nagyon sok olyan fiatal férfivel, fiatal emberrel találkozom. Rémülten szól az édesanyja, nem ő, az édesanyja, nem tud mit kezdeni a gyerekkel, mert az internetezik reggeltől estig, nem is hajlandó munkát vállalni, nem is érdekli semmi, bezárul a saját autisztikus világába, és ebben a zárt és virtuális világban elmerülve úgy szólván, halad egy irreális életút felé. Tehát leállt a fejlődés, identitászárlat, nem bontakozik tovább, nem keres, nincsenek céljai, és ebből következik, hát ha nincsenek célok. Hát a depressziónak az egyik jellegzetes vonása, hogy a jövő bezárul. A jövő felé nincs ablak, a múlt meg már, ha visszatekint a depressziós, csupa borzalommal van tele, és azt mondja, minek élni, kinek élni, nincs kér, nincs miért, föladom. És nagyon gyakori a szuicidium. Mindezt azért mondom el, mert egy olyan fiatal felnövekedése, akinek nincsenek céljai, és nincs az a fajta segítő, támogató közösség, amely ebben a kibontakozásban, az, hogy ő rátaláljon a céljára, rátaláljon a párjára, megsegítse, ha nincs ilyen, akkor muszáj a felelősségünket érezni, hogy akkor nem kérhetjük számon, hogy miért van még mindig 30 éves korában is, nincs tartós elköteleződése, és azt mondja, nem is fogok megnősülni, miért nősülnék én. Na most az, hogy a házasságkötések száma olyan mértékig lecsökkent, hála Istennek most úgy tűnik, hogy azért ebben is van egy pici változás, és az, hogy nincs házasságkötés. Képzeljétek, a gyerekek 50%-a már úgy születik meg, hála Istennek, picit talán,
több már a megszülető baba Magyarországon, de hát persze nem eléggé, sokkal több, de 50%-uk olyan családból, nem is mondanám családból, olyan párkapcsolatban születik, ahol összebútorozásról van szó. Tehát nincs elköteleződés, nincs felelősség. 50%-a a jövendő gyerekeinknek olyan családban, ahol majd eldöntik, azt mondja a férfi. Hát nem veszlek el feleségül, de hisz tudod, hogy hozzád tartozom. És közben a nembeli lényekből fakadó különbséget semmibe vesszük, hogy tudnélik világszerte, amikor vizsgálatokat végeztek, mire van szüksége egy nőnek, és mire egy férfinak. Szignifikáns a különbség. Mindenből adódik, amit elmondtam, hogy a férfi, a nő meg nő, meredeken más különböző világokról van szó. A nő számára hormonműködés, érzelmi agyműködés és sok minden miatt az az üzenet a férfi felé. Fejezd ki a szeretetedet és adj nekem biztonságot. Mi ad biztonságot? Hát úgy gondoljátok el, avadások vizsgálata igazolja azt, hogy az, hogy ők hogy egy fiú és egy lány összetartozik. Például, meg nem tudom hány esküvőt látott egy kis ovis, minden esetre a saját spontán játékokban bizony megy az esküvő lejátszás például. Honnan veszik a gyerekek, hogyha nincsenek is életminták? Valahonnan mégiscsak veszik. Ma már a mesék se olyanok, amik erről szólnának. Tehát van egy vágy, és kérdezd meg, ha van 3-5 éves kor közötti lányod, hogy a tündérillana, a hosszú szőkehaj, a hófehér ruha, és ezek a fantáziák milyen imprintáltak, és hogy kérdezd meg egy 20 év körüli nőt, hogy azt mondja, nem divat ugyan most a szép esküvő, de egyszer az életben, hófehér ruhában, úgy, hogy én menyasszonyként ott állok az oltár előtt, egyszer szeretném ezt megélni. Ez is egy olyan vágy, ki rakta be az agyába, mikor a korszak jelenleg egyáltalában nem ez irányba tölti az elméjét, és mégis ott a mély vágy. De mondok ettől sokkal keményebbet, hogy a Károlin elvégzett vizsgálatok, hogy olyan párkapcsolat, ahol egymástól függetlenül az, hogy igen, hát mi jól meg vagyunk egymással, és szeretjük a gyerekünket. És olyan kapcsolat, ahol megtörtént a házasságkötés, és a gyermek vizsgálata és a szülők vizsgálata ugyanúgy mind a két összehasonlított, ugye, párkapcsolati rendszerben. Gondoljátok, és itt bújik elő, hogy nekünk nőknek mi a mély és lényegi szükségletünk, hogy legyen valaki, egy párunk, akire rátámaszkodunk, már most bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy az életben nem fogsz rátámaszkodni, de annak a hite, hogy van, hogy ő fülesküdött, hogy odaállt, hogy azt mondta, vállallak, ember és Isten előtt én vállallak téged. Na képzeljétek, hát nekünk annyira nagy szükségünk van erre, lelkileg, évezredeken keresztül, évmilliókon keresztül valószínűleg, olyan módon beégett, hát transzkultúrás, transzgenerációs átörökítésről már mindenki tud, aki itt ül, hogy mik öröklődnek át, hogy milyen fajta szükségletek mennek át, és honnan hozzuk, Isten tudja, milyen messzességből hozzuk, hogy mi azt kívánjuk, hogy esküdjön már meg az a férfi, hogy hozzám tartozik. Nekünk szükséges, neki nem annyira szükséges, mert a világszerte végzett interkulturális vizsgálatok mit igazoltak? Mi kell a férfinak? Két dolog. Adj nekem szabadságot és bizalmat. Ez a kettő a férfi szükséglet. Na most hát gondold el, én is, te is, nők vagyunk. Jól van, szabad vagy? Szabad. Hát tulajdonképpen az együttélésben, mikor nincs elköteleződés, megadjuk ezt a szabadságot. Nem ellenőrizzük minden lépését, csak hogy nekünk, nőknek olyan mélyen beívódott az a szükséglet, tudnom kell, hogy te hozzám tartozol. Nem egy kóborlovag vagy, nem egy átvonuló felhőzet az életemben, hanem te az enyém vagy, hozzám tartozol, és én te rád támaszkodhatom. Ez a rátámaszkodás olyan nagyon érdekes, hogy miért így fogalmazódik meg. A biztonság. Hát a biztonság adás. Te kell ez a biztonság. Na most ez sajnos a pszichológia lépte nyomon üzeni, egyébként meg az ELTÉ-n, Ötlös Loránd Tudományegyetemen végzett vizsgálat is igazolta, hogy ugyanúgy, mint a házaspároknál, azoknál a szülőknél, ahol együttélés volt, és gyerek belőle született, ott az anya
lelki egészségállapotát, tehát magasabb szorongásszint és depresszív színezet, és a gyermeknél több nyugtalanító tünet volt megfigyelhető, békésebben növekszik, és kevésbé problematikus a baba növekedése, abban a kapcsolatban, ahol apa, anya összeházasodva, elköteleződve, ugyanúgy azt mondják, mi összetartozunk. Itt is azt mondják, hogy összetartozunk. Ezt a tudatos tudat mondja. De mit mond a mély tudattalan, a mély érzelemvilág? Az, hogyha egy férfi szabadnak érzi magát, azt mondja, hát én nem esküdtem össze, én könnyen leléphetek, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok. Na most tudomásul kell venni, hogy ez nem jó, nem érett személyiség, aki nem tud felelősséget vállalni, és elköteleződni, és azt mondani, hogy én pedig téged vállallak. Na most ugye nagyon sok a válás körüli bonyodalom, és nagyon sötét válási történetek azok, amelyek el is riasztják a házasságkötéstől a fiatalokat, és ezért ezt a fajta formát, életformát választják, ami pszichológiailag nem, a lélek szükségletei szempontjából nem egészséges, nem tudok ettől jobb megfogalmazást adni, vagy pontosabban meghatározni, hogy valóban ez a fajta elkötelezett, esküvel rögzített, világ előtt vállalt kapcsolat, amit ugye a házasságkötésnek nevezhetünk, ez az, ami sokkal nagyobb biztonságot ad a nőnek, sokkal jobb egészségi állapotot. Arról már nem is beszélek, hogy az egészségpszichológia, képzeljétek el, hát az együttélésben, az elkötelezett, a házasság kötelékében élő, a családi együttességet, tehát helyzetet és a feladatokat vállaló családoknál fantasztikus dolgokat mutatott ki. Képzeljétek el, egy férfi, ha megözvegyül, hamarabb meghal. A férfiak nem tudnak egyedül élni. Mi nők adjuk azt az érzelmi tápot, és azt a fajta etetjük is, persze, persze. De hát nem csak az, hogy eteted, vagy főzöl neki, vagy akármi, néha már nem is főzöl, de ott vagy, és ott vagy jelenlét, és az egymás számára való jelenlét, tudjátok, milyen jelentőségű? Az érintés pszichológia haptonómia, így nevezzük, kimutatta, hogy az olyan érintés bőr konkrét fizikai érintésről van szó. Az olyan, hogy nem is veszed észre, az is a jobb agyféltekédbe, az érzelmi, a limbikus rendszerbe elkezdi csiklandozni, és egy olyan ingerületi állapotot kelt, hogy te érzelmileg odafordulóbb leszel. De csak hozzád ér a másik. Persze nem akárki, mert akit nem akarod, hogy hozzád érjen, nyilván ellenkező hatást vált ki. Zárójelben mondom, ezért van az, például ismeritek, közelség-távolság proximitának nevezi a pszichológia, hogyha tömött buszon például valaki a nyakadba liheg, vagy túl közel van hozzád, olyan agresszív leszel, de nem tehetsz róla, mert az amigdalád bedurran, mert hogy nem szereti, hogyha olyanok közel vannak túlságosan, akiket nem te engedtél a közeledbe. Na, ennek az ellenkezője viszont nagyon, nagyon igaz. Tudjátok, hogy egy ölelés, egy simogatás, egy puszi, egy csók immunstimulás, endorfin termelést, örömhormon termelést indít, nem csak örömhormon, az endorfin, az fájdalomcsillapító és kedélyjavító, ezért nevezzük örömhormonnak. De hát ma már Freund Tamás agykutatónknak hála, tudunk a kannabinoidokról, azért mondom lassan, alig bírtam megtanulni ezt a szót, mert hogy ezek micsodák, agyunk által termelt, meg bizonyossát a szervezet különböző sejtjei által, de speciál kannabinoidok jelentős részét agysejtek termelik, akkor, tehát az agysejtek képesek akkor bizonyos ilyen hormonokat termelni, milyen hormonokat? Fájdalomcsillapító, kedélyállapot javító, antidepresszáns, egy csomó olyan, amit egyébként gyógyszeres úton vagy drogokkal érhetnél el. De elérheted, hogyha az életben azokat, amik ennek a kiváltását stimulálják, egyszerűen tudatosítod. Azt is mondja az egészségpszichológia, egészség tudatosság. Hogyha te tudod, hogy mit jelent, hogy te megsimogatod azt a másikat, és hogy már azt hiszed, hogy már teljesen le van fagyva a kapcsolatotok, aztán nem használod azokat az egyszerű eszközöket, amiket például terápiában használnak. Rájött a haptonómia arra, hogy amikor így lefullad a kapcsolat, és valahogy van egy elidegenedés, akkor szép lassan, úgyis mondjak, domestikáció, megszelídítés, hogy valójában
újra építeni egy finom, pici érintéssel, egy kis a közelséggel, a hátát megsimogatod. De ez az érintésnek olyan nagy érzelmi ébresztő hatása van, hogy minden bizonnyal egyetértetek, hogy amikor egy harmonikus kapcsolatban egy szerető ölelést kapsz, akkor van életkedved. Szóval akkor van kiért, miért élni. Mert az is bizonyos, hogy például, aki hát ezt millió vizsgálat igazolta, hogy az az ember egészségesebb és jobb a megküzdőképessége, aki határozottan meg tudja mondani, hogy kiért élek, miért élek. Meg tudod te mondani? Mert ha meg tudod mondani, kiért, miért élsz, nagyon jók az esélyeid, hogy jobb az egészség állapotod, mert az immunrendszernek azt az üzenetet küldi a te tudatod, hogy élni kell, mert hogy gondoskodnom kell róla, fel kell nevelnem, ebből következik, hogy a családban élők, akiknek gyerekeik vannak, azoknak az egészségi állapot, immun állapota a vizsgálatok szerint jobb.